harmadik éve csinálunk. Részint abból a felismerésből kiindulva, amit a coworking irodákban tapasztaltunk, nevezetesen, hogy egy csomó eltérő hátterű, de jellemzően kreatív iparákban dolgozó egyéni vállalkozó vagy pici cég dolgozik együtt ezekben a terekben, és ez egymást is inspirálják, és csomószor vadidegen emberek között indul el egy közös projekt, vagy egy kezdeményezésben társul, tehát hogy jót tesz mindenkinek ez a típusú együttlét. Kicsit ehhez hasonlít a Bring the Art Home, ami egy pályázat második lépése. A pályázat nyílt, bárki indulhat, aki szeretne bekapcsolódni és nyerni. A nyerteseknek azt tudjuk ígérni, hogy irodai vándor kiállításokat szervezünk a műveiből. Vagyis vagyunk itt mi a zsűri, akik végignézünk minden évben egy csomó portfólió, Ilina, ahogy a Pandi mondta, 153-at. Ebből igyekszünk, hát részint szigorú, részint személyes szempontok alapján egy nyertes listát összeállítani. Ezt a hajnál fogja mesélni, hogy voltak a meghatározó szempontjaink idén is. Hogyha összeáll ez a csapat, tehát létrejön a portfólió a nyertesekből, akkor keresünk partner cégeket, akik nyitottak arra, hogy egy ilyen kiállítás a saját munkatereibe befogadjanak. Szerintünk ez egy olyan kombináció, amiben mindenki jól jár. Jól járnak a cégek, mert ezzel a tevékenységgel azt tudják kommunikálni, hogy ők úgy általában a kortárs kultúrát támogatják.